Az erők nagyon fontos hatást fejtenek ki az életünkre, tehát itt az ideje, hogy alaposabban megvizsgáljuk őket. Ha azt kérném, hogy most akkor ezt megvizsgálhassuk, hozzál ki három erőt a szertárból, hogy jó alaposan megnézhessük őket, akkor valószínűleg furcsán néznél rám, és teljesen igazad is lenne. Mert olyan, hogy erő, olyan tárgy nem létezik, ezt nem tudjuk kézbe fogni, megvizsgálni, forgatni, ugyanis az erők azok mindig keletkeznek, hatnak, erősödnek, gyengülnek, elmúlnak. Mikor keletkeznek? Akkor keletkeznek, amikor a testek vagy mezők kölcsönösen hatnak egymásra, kölcsönhatás alakul ki. Hát milyen erőhatások keletkezhetnek itt, és milyen lehet ez a kölcsönhatás? Hát például a legegyszerűbb eset, ha megfogom ezt a tollat, ráteszem ide az ujjamat, azon a ponton, ahol megérintettem a tollat, ott rögtön elkezdtem nyomni a tollat, kialakult egy erőhatás. Persze a toll is nyomta az én ujjamat, tehát egy kölcsönhatásban rögtön két erőhatás lépett fel. Ha erőteljesebben megszorítom, akkor az erő növekszik, ha pedig elengedem, akkor gyengül, és ha megszűnik ez a kölcsönhatás, akkor ez a két erőhatás meg is szűnt létezni, el is múlt. Körülöttünk rengeteg kölcsönhatás van, pillanatról pillanatra születnek, elmúlnak, ezért rengeteg erő is van körülöttünk, és ezeket akkor ezek szerint azt hiszük, hogy nehéz megvizsgálni, de hát megnézzük, hogy mit okozhatnak, és akkor talán könnyebben a végére jutunk. Ha egy testet erőhatás ér, akkor bizony annak megváltozhat például az alakja, nagyon jól tudod, illetve megváltozhat a mozgás állapota is, tehát mondhatjuk azt, hogy ilyen esetben a testek tudnak gyorsulni, lassulni, kanyarodni tudnak. Azért írtam ide, hogy és vagy, mert az egyszerre is előfordulhat, hogy egy testnek megváltozik az alakja is, meg a mozgás állapota is. Ha például belerugsz egy labdába, vagy beleütsz, akkor az behorpad, és elkezd gyorsulni, aztán a horpadás elmúlik. Tehát ezek a változások egyszerre is létrejöhetnek. Ez oda-vissza igaz ez a dolog, tehát nagyon figyelj arra, hogyha erőhatás ér egy testet, akkor biztosan lesz alakváltozás, vagy mozgásállapotváltozás, illetve, hogyha látsz egy testen alakváltozást, vagy azt látod, hogy felgyorsult, lelassult, vagy elkanyarodott, akkor mindenképpen keresd meg azt az erőhatást, ami ezt létrehozta, mert magától változás nem történhet, biztos, hogy valamilyen erőhatás okozta ezt a változást. Azt is láttuk, hogy az erőhatás mértéke az lehet ugye kicsi, vagy lehet nagy, tehát ezek alapján, kicsi vagy nagy, ezek alapján mondhatjuk azt, hogy az erőhatás mértéke kismértékű, nagymértékű lehet, és ennek a mértékét az erő nevezetű fizikai mennyiség adja meg számunkra. Hát ha egy fizikai mennyiség, akkor van neki betűjele, aztán ugye mérni is kell, és akkor mértékegysége is van. A betűjele az angol force szóból származik, és egy nagy F betűt fogunk ettől kezdve az erőkhöz írkálni. Hogy mi a mérőeszköze? Hát mérni az alapján tudunk, amilyen hatást ő okoz. Hát az alakváltozást okozó hatás az ugye azt jelenti, hogy pici erő, pici megnyúlás, nagy erő, nagy megnyúlás. Hát ez jó, kényelmes lehet, majd a következő leckében ezt alaposan meg is vizsgáljuk. Hát ez nekünk nagyon kellemes lesz. A másik lehetőség, hogy mozgásállapotváltozást okoz, vagyis ha picit lökjük meg a labdát, akkor pici lesz a sebesség növekedése, ha nagyon meglökjük, akkor pedig nagy lesz a sebesség növekedése. Ez már egy kicsit kényelmetlenebb, mert szaladgálhatnánk a labda után, tehát ezért most inkább ezt az első fajtát vesszük, ezért mi erőmérésre, rugós erőmérőt fogunk majd alkalmazni, tehát egy rugó alakváltozását használjuk fel az erőhatás nagyságának meghatározására. De akkor kell nekünk mértékegység is, egy egység. Egységnek pedig a newtont fogjuk venni, newtonról neveztük el az erőnek a mértékegységét, Galilei után élt ő a következő évszázadban, és Newton nagyon sokat tett azért,
hogy egységesen tudjuk szemlélni a világot, illetve a világban történt változásokat, ezért az erő mérték egységét róla nevezték el Newtonnak. Hogy mennyi az az egy Newton, azt azért rögtön láthatjuk, hogy ide van írva, hogy egy, és hát azért nem erőltettem meg magam olyan nagyon, hogy egy Newtonnyi nagyságú erőt ki tudjak fejteni, vagy itt van egy másik erőmérő, egy kicsit erősebb rugóval, ez itt 5 Newton erőkifejtést mutat, és még mindig megbírtam csinálni. No, nézzük akkor, mi jellemző az erőre, illetve az az erőhatásra. Az erőre 4 dolog jellemző. Lerajzoltam itt az ujjamat, amint éppen egy tárgyat megnyomok, mondjuk lehetne ez esetleg a radír is, ha a radírt megnyomom az ujjammal. Azt a pontot, ahol hozzáértem a radírhoz, azt úgy hívom, hogy támadáspont. Én ott megtámadtam a radírt, természetesen a radír is megtámadott ott engem, mert ugye kölcsönösen hatunk egymásra. Geometriai pont, és úgy jelöljük, hogy geometriából szoktuk. Aztán, amelyik irányba nyomkodom lefelé az ujjamat, ott elkezdek húzni egy szakaszt, és az irányát ugye ezzel már meg is határoztam. Na most, ha picit nyomkodom, csak pici erővel, akkor rövid szakaszt húzok, ha pedig nagy erővel nyomkodom, akkor hosszú szakaszt fogok húzni. És ezzel megadtam már az erőnek a nagyságát is. Nincs konkrétan meghatározva, hogy egy newton erőhöz egy centiméter kell. A lényeg az arányokban van, tehát ha egy feladaton belül egy newtonnyi erőt egy centiméterrel jelöltem, akkor ugyanazon feladaton belül a 2 newton erőt illik 2 centiméterrel jelölni. No most akkor ezek szerint az erőt meghatározza a nagysága és az iránya, és most egy olyan szakaszt kaptunk, aminek konkrétan meg van határozva a kezdőpontja, illetve a végpontja, irányítva van, irányított szakaszt, úgy mondjuk, hogy ő egy vektor, ezért az erő az egy vektormennyiség fizikából, mert az irány és a nagyság is kell ahhoz, hogy egyértelműen meg tudjuk határozni. Azt mondtuk az előbb, hogy irányított szakasz. A szakasz pedig mindig egy egyenesnek a része, egy egyenesnek a darabkája. Ha ezt egy szaggatott vonallal berajzoljuk, e mentén, az egyenes mentén hat az erő, ezért őt úgy hívjuk, hogy hatásvonal. Ez is szükséges ahhoz, hogy egyértelműen meg tudjuk határozni az erőt. No, akkor nézzük, milyen fajtájú erők vannak. Hát kérem szépen, ami okozza. Létezik ilyen, hogy izomerő, ugye, amit az izmainkkal okoztunk, aztán a gravitációs erő, ami ugye felgyorsítja itt a testeket, aztán ugye létezhet húzóerő, tolóerő, illetve a súrlódási erő itt az asztalon, mágneses erő is, és itt összefirkáltam azt, hogy lóerő, mégpedig azért, mert ezt a gyerekek mindig mondják, hogy lóerő, de a lóerő az egy fordítási hiba, egy fordítási tévedés. A horsepower az ló teljesítményt jelent, ami azt mondja meg számunkra, hogy egy ló egy másodperc alatt mennyi munkavégzésre képes. Tehát ezt majd a teljesítménynél fogjuk elővenni, tehát ez nem erő. Viszont erő, a súly erő, és ő nagyon fontos erő, az erők között is annyira különleges, hogy kapott egy külön betűjelet, a nagy G betűt kapta, a németek das Gewicht szavából született ez a nagy G betű. Ez nem azt jelenti, hogy F-fel nem jelölhetjük, de hogy nem jelölhetjük, csak ha mégis látsz egy nagy G betűt, akkor tudjál arról, hogy ez a súly erőt jelenti. Hát miért olyan különleges ő? Egyrészt, mert nagyon sokszor használjuk, és az erők között szinte kiemelt szerepe van. Például, tehát, ez az almát, ezt ugye húzza lefelé a föld, viszont én nem szeretném, hogy leessen, ezért ide teszem a kezemre. Ezért az alma nyomja az alátámasztást, vagyis én a kezemen érzem az almának a súlyát. Tehát a súly az az erő, amivel az alma nyomja a kezemet. Vagy a súly az az erő, amivel az alma húzza a kezemet. Tehát összefoglalva a szövegemet, a súlyerő az az erő, ami az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza.
Természetesen ez azért van a legtöbb esetben, mert a szegény almát meghúzza lefele a gravitáció, és ezért, ha ő nem akar leesni, akkor kénytelen nyomni az alátámasztást, vagy kénytelen húzni a felfüggesztést. Ezt pedig így szoktuk lerajzolni, tehát, hogy itt van, itt lenne az alátámasztás, minden egyes pontban nem rajzolgathatunk támadáspontot, meg pici nyilacskákat lefelé, hanem középre teszünk egyet, és abból húzzuk lefelé az irányított szakaszt. Illetve itt a támadáspont, és innen ábrázoljuk a súlyerőt. No, vajon mennyi lehet az az 1 newton, mit mondtunk az előbb? Azt mondtuk, hogy az az 1 newton az nem olyan sok, és itt fogtunk egy rugót, és már bizony nyújtogattuk itt a kezünkkel, hogy itt lenne a rugó, ide is rajzoltam, megnyújtom, és azt mondom, hogy 1 newton. Hát az a helyzet, hogy ezt egy izomerővel meghatározni elég bajos lenne, valami olyan dolgot kéne találni, ami állandóban működik egy kicsikét, tehát nagyobb biztonsággal tudjuk megismételni. Ehhez inkább a gravitációs erőt hívjuk segítségül. Hát az a helyzet, hogy inkább vegyük azt, hogy körülbelül 1 newton lenne az az erő, amivel ezt az erőmérőt egy alma, egy ilyen kisebb alma húzná szépen lefelé. Tehát körülbelül egy kisebb almának a súlya az lenne 1 newton. Hát ez nem mindenkinek mond sokat. Vegyük akkor a másik dolgunkat, a víz is fontos számunkra. 1 deciliter víznek a súlya szintén 1 newton lenne. Ebből egyértelműen következik, hogy 1 literé pedig 10 newton. De hát, hogyha nem akarunk vízhez, almához folyambodni, akkor azt mondhatjuk, hogy vegyük szépen egy 10 dekagram tömegű tárgyat, és ha ezt a 10 dekagramos tömegű tárgyat én ráakasztom, akkor valóban 1 newton erőt mutat számunkra ez az erőmérő majd. Hát ezzel mi a probléma? Gyakorlatilag nem sok, csupán annyi, hogy az, hogy egy 10 dekagrammos test mekkora erővel húzza ezt a rugót, ahhoz köze van annak, hogy mennyi a földi gravitációs gyorsulás, illetve a gravitációs vonzóerő. Ez pedig, amint tudjuk, helyről helyre, magasságra, földrajzi helyre nézve változik, vagyis ez a számunkra kényelmes érték, ez bizony nem pontos. Tehát, ha mi valóban pontos értéket akarunk, akkor tetszik, nem tetszik, kénytelenek leszünk visszatérni majd ahhoz a hatáshoz, hogy az erőhatás mozgásállapot változást okoz, tehát kénytelenek leszünk a pontos meghatározáshoz a gyorsítást is kihasználni.